Közép-Szerbia a leginkább árvíz sújtotta térség, Csácsak az egyik legveszélyeztetettebb település. Házakat és utakat öntött el a folyamatos esőzések következtében a Medréből kiáradó Csemernica folyó. Térdig ér a víz az utcákon. Megbénult a közlekedés egyes útszakaszokon, bizonyos utakat le is zártak. A helyiek egész éjjel homokzsákokat töltöttek. 10 minuta, minut raste, vodostaj, evo žakovi su spremni, cijelu noć ćemo tu dežurati. Nadamo se da neće preliti. Očekujemo pomoć, sad će nastiti pesak, ljudi su organizovali, cijelu noć ćemo dežurati tu. Nadamo se da neće doći do onog najgoreg, jer bi bilo ugroženo skoro 100 kuća ovdje. Traktorokkal segítik a munkát. A vodostaj još nije maksimalno kritično, ima nekoliko kritičnih tačaka na kojima se interveniše. Pitanje šta će se dešavati dalje, niko ne može da predvidi. Ako nastavi se sa padavinama, može da dođe i do prelivanja. Čačakban is rendkívüli helyzetet hirdettek. Učinit ćemo sve da u toku prepodnevnih sati spasimo sve što se spasti može. Zaista velika je opasnost za građani i naš je cilj da nema žrtava. Az előrejelzések szerint a folyók vízszintje emelkedik majd még Szerbiában. Az esőzés egész nap folytatódik.